A Vörös Hadsereg katonai szervei 1944. novembere és 1945. áprilisa között körülbelül negyedmillió civilt gyűjtöttek össze az akkori Magyarország területéről, és hurcoltak el évekig tartó kényszermunkára a Szovjetunióba. Kollektív büntetést alkalmazva, kifejezetten a deportáltak német vagy magyar származása miatt. Az elhurcoltak nagyrészt fiatal lányok, asszonyok voltak. Több mint egyharmaduk nem élte túl a rossz életkörülményeket, az embertelen kényszermunkát. 1939. szeptember 19-én Lavrentyij Pavlovics Berija, szovjet belügyi népbiztos, elrendelte a hadifogoly és internáló táborok igazgatósága, azaz a Glavnoje upravlenie vojennopolitikij internirovannih, rövid nevén GUPFI felállítását, ami a hadifoglyok és a külföldről internáltak táborhálózata lett. Ezekbe a lágerekbe kerültek a Magyarországról elhurcoltak. A mozgósítás elvben csak a német nemzetiségűeket érintette, de a deportáltak jelentős része magyar volt. A megfélemlített emberek megnyugtatására azt ismételgették a szovjet katonák, hogy Malinka era bota, azaz csak egy kis munka lesz. Annak a néhány százezer embernek, aki túlélte a szovjet lágert, ez a kis munka akár 5 évig is tartott. Hazaérve a faluba, a svábok azzal szembesültek, hogy valójában nincs is haza, hiszen a családot időközben kitelepítették, a házaikba pedig idegeneket költöztettek. Az 1944. december 16-ai határozat szerint Magyarországon kívül Jugoszlávia, Bulgária, Csehszlovákia és Románia területén is elrendelték a munkaképes korú német nemzetiségi nők és férfiak összegyűjtését és szovjet táborokba szállítását. Az elhurcoltak transportjai két irányba indultak 1944. decemberében. A kényszermunkásokkal teli vonatok délfelé Románián keresztül, északra Lengyelországon átjutottak a lágerekbe. Szanok manapság egy kedves lengyel városka az Európai Unió keleti határán. Ahogy csodaszép a főtér, felújított a várkastély, és persze jók a sörök. Akkor azonban a civil elhurcoltak gyűjtőhelye volt, ahonnan a kényszermunkások napokon, heteken és több ezer kilométeren átjutottak el a Szovjetunió különböző részeire. A hajdani szanoki láger területének egyik felén az elmúlt években egy elegáns lakópark épült. 2016. novemberében több mint 100-an emlékeztek a civil áldozatokra. Az eldózerolt múltra. Ne oda tegye, ide tegye a tetejére. De nem könnyű. Hát van még. Na, az mondjuk elég nagy, de ez lehetszik. Esetleg itt beszorítani. Egyet. Ha megengeditek, átoknám oda arra a csonkra. Ezt legyet hagyjét. Jó, rendben van, rendben van. Jó. Ez a hely, az emlékezés helye a Lipóczky György konkrét információja alapján, mint hadifogoly, itt raboskodott, megmutatta nekünk, hogy ezután a fenyvesek után annak az erdő alján oda temették a már legyengült, eldengült, kimerült és halottakat, magyarországi és felvidéki magyarokat és németeket. Felemelő érzés részemről, hogy itt lehetek, és nem egyedül, hanem egy olyan társasággal, akit a világ színes csábítása, hazugsága és kínálata mindent felajánl, de erről nem beszél. És erről hallgatnak. És erről hallgat a szlovák kormány, erről hallgat a magyar kormány, és erről hallgat mindenki, akinek illenék nem hallgatni. De nem baj az, hogy hallgatnak, mert önök nem hallgatnak. Önök egyetértenek, önök együttérnek, és ez nékem egy elégtétel, és remélem, hogy lesz utónemzedék. Az utónemzedéknek lesz még olyan része, akit fog érdekelni, az, akit már máma senkit nem érdekel.
A deportálások alapvető feltétele volt, hogy az áldozatok kövessék a végrehajtó szervek utasításait, és ellenállásra még csak ne is gondoljanak. Ezért a szovjet hatóságok több faluban is azt mondták a nőknek, hogy néhány napig kukoricát kell törniük. Igaz, később már hozzátették azt is, hogy aki szökni próbál, lelövik. Így a többség maradt, és idővel kikötött egy szovjet lágerben. A parancs 18 és 30 év közötti nőkre, illetve a 17 és 45 év közötti férfiakra vonatkozott. 5 évig. Nekem nem is kellett volna elmenni, mert még fiatal voltam. 17 éves voltam december 2-án, és a jegyzőnk azt mondta, ha ott van a 4 fiú, oda mehet a lány is. A 4 fiú hogy került oda? A bátyáim. És mikor én zsorra kerültem, akkor azt mondta az a fölvételes, hát megboldult a nádasi jegyző, olyan fiatal lányokat elküldeni. Mert engem, én 27-es voltam, és azokat már nem akarták. 130-at voltuk Nádasról. Jöttek még Pécsváradról, Zegvárkonykor, Vémindről, Keresztokról. Ott a Baján voltak azok, mind úgy, hogy egy vonattal, mire akkor ott jeleztük az irodában, a padlón, meg mindenhol, és másnap reggel jöttek az orosz vagonok, és akkor ott belettük vagonozva, mind a Keresztlakiak, a Pécsváradiak, a Zegvárkonyiak, egy vagonban 40-en voltunk. Csecsenföld. Az Orosz Föderációhoz tartozó, a Kaukázus északi részén lévő, vitatott jogállású államalakulat is az elhurcoltak akkori egyik célállomása volt. Nehéz bármilyen olyan korabeli dokumentumnak a nyomára bukkanni, amely a Gupfi lágerekről és az ott élőkről szólhat. Ugyanis az iratok Moszkvába kerültek. A lágereket és a temetőket két csecsenföldi háború pusztította el a 90-es évek közepétől kezdve. Európa azonban akkor a délszláv háborúra figyelt. Először Bosznia, később Koszovó kötötte le a politikai nagyhatalmakat. Mindeközben az orosz vezetés szinte szabad kezet kapott, és légi csapás sorozattal, majd szárazföldi hadművelettel a földet tette egyenlővé az észak-kaukázusi vidéket. A csecsen függetlenségnek lőttek. Fegyverrel sem tudták elérni azt, amit a többi kaukázusi nép a 90-es évek elején békésen. A második csecsen háború 10 évig tartott. Azóta, azaz 2010 óta viszont nem lövik egymást a felek. A főváros Grozny újjáépült. A lágerkutatásokat pedig barátságosan ígérik, hogy támogatják. Az önkormányzatnál Putyin a falon, nő az asztalnál. A szunita iszlámország fővárosának alpolgármestere Muszajeva Umisiat Zandjievna. A helyi történész és a beregszázi Gupfi kutató szerint a csecsen főváros mellett Andrejevszkij völgyben ezen a mezőn lehettek az egykori 1701-es és 1702-es civil munkatáborok. Ez az egész terület annak idején hadi övezetté volt nyilvánítva, tehát ide a külső lakosokat nem nagyon engedték, mert hát itt volt a főláger. Út elágazásokat építettek, csatornahálózatot, földmunkákat végeztek, a különböző ipari egységekbe kivezényelték őket, tehát innen volt a kirajzás. Az én nagyanyám 1944 karácsony másnapján kellett, hogy gyülekezzen a Mecseknádasdi főtéren, és került ide több száz baranya, délbaranyai falubíri társával együtt, először ide, az Andrejevszkij lágerbe, illetve a Stary Promislav táborról is beszélt annak idején azok a sorstársai, akikkel beszélgettem, és utána egy másfél év múlva, ahogy a történész úr is mondta, elvitték őket innen Baskériába. Tehát az a másfél év, amit itt a mama töltött, nem igazán beszélt róla sokat, nekünk főleg nem, talán egymás között az asszonyok. Nyilván ez itt sokkal nehezebb időszak lehetett, mint az Urálban, hiszen az első év itt teljesen felkészületlenül érte őket is, hiszen azt mondták, hogy 3 hetes bácskai kukoricaszedésre mennek mindössze. Ahol voltunk, Grozny, amit csak az, hogy Grozny,
Akkor, mikor innen elmentünk, akkor azt mondták, hogy megyünk Pálcsakába kukoricát törni, hogy ennivalót vigyünk egy hétre, és hát ruhát, de hát nem is vittünk más, mint azt, ami egy hétre való ennivalót, mert hát mi azon voltunk, hát azt mondták, hogy kukoricát törni megyünk. És akkor, mikor Baján ott álltunk, éjjel, egész éjjel ilyen havas eső volt, ott álltunk reggelig abba az erdőbe, és akkor reggel 4 órakor ráállítottak bennünket arra a pletre, ami átvitt bennünket a Dunán, akkor ott Baján egy iskolába lettünk beszállásolva, és másnap akkor vittek el bennünket, Vaginorról hoztak be, akkor mentünk Oroszországba, hát akkor már tudtuk, mert ott a katonák voltak, akik németül beszéltek, és azok azt mondták, hogy hát minket elvisznek Oroszországba, és hát így is volt. A foglyok 10-20%-a már útközben meghalt, és sohasem érkezett meg a szovjet lágerekbe. A holtesteket az őrök a sínek mellé fektették. A Mecseknádasdi erdős mecskei pécsváradi asszonyok körében, akikkel beszélgettem, érdekes módon az első óra után sok-sok minden előkerült a padlásról, sublótból, pincéből. Itt van egy kép, ami itt készült az üveggyárban. A Rézi néni, Sram Rézi néni mesélte nekem, és ő is látható a képen. Ez a fotó is itt készült a Grozny melletti táborban. Itt a lágerbéri asszonyok láthatók azokkal a férfiakkal, kozák férfiakkal együtt, akikkel együtt dolgoztak, hiszen az itteniek is épp úgy részt vettek a munkában, és akik itt előülnek, itt pedig a felügyelők láthatók. Na most itt szeretném elmondani, hogy a nagymama és mindenki, akivel beszélgettem, egyformán megerősítette szinte kérdés nélkül, hogy az itt élők legalább is épp oly szegények voltak, mint azok, akiket idehoztak. De amikor megtudták, hogy itt nem háborús bűnösökről, hanem ártatlan civil elhurcoltakról van szó, akkor azt az egy szelet kenyeret, vagy egy szem krumplit, vagy akár uborkát is megosztották velük, és bizony nagyon sokszor az itt élő egyszerű embereknek köszönhették az életüket az elhurcoltak. Mentünk kódolni, mert hát abból, amit kaptunk ottan, abból nem tudtunk volna megélni. Akkor hát, ha kint voltunk a mezőn, hogyha krumpli, vagy kukorica, vagy akármi volt, hát nyersen megettük. És hát otthon, vagy ott a lágárban csak reggel kaptunk levest, meg este, és egy darab kenyeret. De akkor azt a kenyeret, azt legtöbbször egyszerre meg tudtuk enni, mert nem volt sok. Úgy ilyen tégla alakú volt, ez ilyen magas volt, meg ilyen ekkora volt ez a kenyér. De hát azt egyszerre meg tudtuk enni, hát nagyon beosztottuk, meg hát mentünk kódolni, és hát örültünk, hogyha kaptunk egy cső kukoricát, mert azt megfőztük, azt a kukoricát, és hogyha kaptunk ilyen csúriakot, ilyen kukoricalisztból sütöttek ilyen az oroszok, és hogyha olyan helyre betévedtünk, ahol akinek volt valaki, aki itt Magyarországon volt, hát azok, szóval azt lehet mondani, hogy azoktól kaptunk. De hát, hogyha olyan helyre tévedtünk be, akinek volt, aki meghalt a háborúban, vagy azok, szóval nagyon gorombák voltak. Hát ez nagyon keserves volt ez az 5 év. Pláne az első 2-3 év nagyon-nagyon szegényen éltünk. Hát akkor, mikor már bányába jártam, akkor már kicsit több kenyeret kaptunk, csak a kusz nagyon-nagyon rossz volt. Szabad-e ezt nekem mondani? Szabad.
az előtt nem volt szabad, mikor hazajöttünk, akkor nem volt szabad mondani semmit. Mindent magunkba tartottunk. És most, hogy más világ lett, most szabad mondani. Most mondjuk, hogy mi volt ott. Négyen jöttünk haza utoljára, négy lány, és négy Erzsébet. És erzsébeti napon lettünk bevagorizva ott kint Oroszországban. Ez is itt készült az Andrevszky táborban. Az elhurcolt délbaranyai asszonyokról egy kép, ami azért nagyon érdekes néprajzi szempontból is, mert ha megnézitek, a középen ülő asszony még trachtban, tehát sváb népviseletben ül, az összes többi fiatal asszony már szétvágta, eladta, új ruhát vart az ő egykori népviseleti ruhájából, ők már azt viselik. Akiket elhurcoltak annak idején, soha többé nem húzták vissza a népviseletet. Azt, amiben eljöttek a falujukból, vagy eladták, vagy mást vartak belőle, és otthon már csak ilyen, úgymond bukjel szoknyákban jártak. Én ezt a kifejezést az egyik nőtől hallottam először, hogy a svábasszonyok így nevezték a szűk ruhájukat. Groznyban áll még az a gyárépület, ahol a baranyai asszonyok egykor dolgoztak, de privatizálták, így csak néhány felvétel készülhetett a kerítésen belül. Az Andrejevszkij völgyben lévő lágertemetők a sorozatos háborúban megsemmisültek. Épségben állnak viszont a lágerközponthoz tartozó hajdani téglabarakok és a különböző gazdasági épületek. A 45 és 60 mai gadápasztrojna vodat barak, itt is kirpicsa. 1945-ben, 46-ban és 47-ben épültek ezek a barakok téglából. Csak téglából építkeztek. Groznyban és környékén több téglagyár is működött. Több ilyen és hasonló téglaépület is van erre felé. Én csak annyit mondhatok, amit az idősebbektől hallottam, hogy a háború után erre volt a Seripov gyár. Én még csak 8-os voltam, de lehet, hogy 9-dikbe jártam, és azt mesélték, hogy a gyárban dolgoztak magyarok, románok és németek is. Az üzem mögött volt egy temető, és a halottakat azokba a tömegsírokba temették. Csecsenföld gazdasága az agráriumra épül. Az ország 1.200.000 hektárnyi mezőgazdasági földdel rendelkezik, amelynek körülbelül a 80%-át művelik. Groznyban egy másik láger is működött akkoriban, mellette egy vegyi üzemmel. Ma már mindkettőnek csak a helye látható. Komolyabb feltárásra egyelőre még a helyiek sem számítanak, ugyanis a virágos mező nem csak az internáltak sírjait, hanem fel nem robbant lövedékek tömegét is rejti. Ezért nem legeltetnek erre állatokat sem. Az úttól néhány méterre azonban lehetséges, hogy a környékbeli idősek visszaemlékezései alapján az elhurcoltak sírjainak nyomait találták meg az amatőr régészek. Az eszkavátor, amikor kapálta, vette a földet innen, az építkezéshez ide-oda, bőzmunká, akkor találták a izéket, a csontokat. Utána meg is álltak, elmélet tovább kapva, van ott hol venni földet, és akkor ezek a mélyedések, ezek itt, ott, ott, amott, 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 ez minden a besüppett sírok. Lehetséges, nem is egyet temettek egy sírba. Ki tudja, mert elég nagy a sírok. Ez nagyon nagy. Nyeszkete csolek. Hát a visszaemlékezések szerint elsőjében nagyon sokan meghaltak. V первых числах, когда приехали сюда, очень много было жертв, очень много людей умерло сразу. Может быть, вот эти были и братские могилы, такие больше людей хоронено было. Да. И здесь стояли кресты, вот до последнего, лет 10 назад их металла вот это, сборщики, они поубирали. Itt keresztek voltak, és akkor összetűbb keresztekben vaskeresztek voltak, itt volt elég fém, nem fából fa nincsen, és vaskereszteket tettek. És sok sírót, egymás mellett így mentek a sírók. Hát látszik is ilyen sorban, így tetszik, látni, így. Jó lenne legalább egy más csövet találni. Itt lenne a Bratskyból megíl, mnóga talán. Itt is Bratsky, ez azt mondja, hogy több embert temettek itt ebből. Ott is arra. Jó lenne legalább egy más csövet találni. Jaj. Hát a vasgyűjtés grunt, neked fagynak egyet. Meg a hullarabló. De ide eljenek. Most nekem kapani.
hogy ezt nem értek, hogy miért ástak, miért ástak itt lábad, hogy ástak. Ez húrolablók voltak. Csere nem raszkázol az ákák. De volt. On gavriostok, tam jó volt, kapáli, és potom arisztaváli, de tostani tud kapáli. Volt két ember, tegnap mesélték. Egy kicsit őrültek, azt mondják a faluba, és akkor itt ott ást kapáltak, vagy ástak, utána a rendőrség KGB elvitte őket, és többet nem is jöttek vissza. Poszévére vetnesz, így haranél, hogy csom annyi bíli. Vadjezde. Igen, úgy temették, amivel voltak. Rabocsi. Mindenki pütálisz nejti tam, sota tam. És biztos kerestek a zsebekbe valamit. Valamilyen ékszert, vagy akármit. Fogat. Tehát itt nem. És a csontokat el is vitték innen? Hogy nem, beállít vannak a csontok minden. Minden a főjogban. Az első év volt a legmegterhelőbb, ekkor haltak meg a legtöbben. A Német Vöröskereszt adatai szerint a foglyok menüje káposzta, marharépa és krumpli. Húst sohasem láttak. Tífus, skorbut és malária is pusztított. A betegek nagyobb részén a közeli kórházban sem tudtak segíteni. Mikor hazajöttünk, akkor sokszor ott az udvarban feküdtek a halottak. És akkor este jött egy autó, és arra rádobták, és elvitték a temetőbe. Hát hogy hogyan lettek, hát biztosan ástak egy lyukat, és beledobták. Kruzniba ott láttuk, a parakból láttuk a temetőt, de ott Uralba ott nem láttuk. Áldozatok, akik a lágerekben haltak meg, és áldozatok a túlélők is, akik hazajöttek, hiszen szinte mindenkit megnyomorított az embertelenség. A foglyok nagy része betegen tért haza, és végleg munkaképtelenné vált. Csábráki Ferencné Liszi néni közel 70 év után már nem tudja felidézni, hogy pontosan hol laktak Groznyban. Csak az a domb maradt meg az emlékeiben, ahol a barakjuk állt, ahonnan jól lehetett látni a temetőt. Minden nap. Köszönöm. Hogy följebb tegyem? Jó, így is. Jaj, így jó. Elég. Itt látok egy vas darabot. Ja, értem. És akkor ahhoz még hozzáerősítem. Ez jó kérdés. Most a szallag meg egy ima azok ér, akik valahol itt lettek eltemetve. Én végig mentem egész oda, egész a vőzbe oda. Arra elmentem. Van ez a beton kerítés, utána van még egy temető. Azt hittem, hogy az lesz. Nem, az izé temető. Muzulmán. Tehát bár muzulmán nem ugyanúgy. Ugyanúgy tovább. Az meghaltak. De volt kicsi, van egy kis izé, de tovább, ki tudja, az a mező itt, rengeteg mező. Azt mondja az úr, hogy a temető rajz, hogy ki volt jelölve, csak azon belül. Mert ez korábban ez kolhozföld volt, tehát itt ember is volt. Ezen a részen. De ennél ő sem egy segít, hogy itt van. Az is lehet, hogy itt is dolgoztam. Hát ő muzulmán, ő megnézi. Igen, a... Hát pont, lehetséges, itt ez a vezető. De az ő feltételezése szerint ebbe a szögbe lehet, itt a sarok szögbe lehet, mert onnan jött a temetés, az a régebbi rész, ami fás, mert itt a fákat kiirtották, illetve nem ültettek, vagy pedig nincsen. Ez a 60-as, 70-es, 80-as, a háború előtti temetkezés. Utána az oroszokat kiverték innen, ugye, ide nem temettek tovább. A málinki robotosok a rendszerváltásig hivatalosan nem beszélhettek a megalázó láger mindennapokról. A 90-es években azonban két baranyai politikus, a szabaddemokrata Weckler Ferenc és a kereszténydemokrata Hargitay János törvényjavaslataival elérte, hogy a túlélők kárpótlást kaphassanak. 2016 nyarán a német állam is létrehozott egy alapot, a még élő, bírósági ítélet nélkül, nemzetközi jogot sértve, a kollektív bűnösség elve alapján elhurcoltak, és a már elhunytak családtagjai számára.